Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 7. bátaszéki bornapok, búcsúztatva az óbort, köszöntve az újat. Tolnai Bárka Fesztivál, főzés, programok, koncertek. Névadó ünnepség, Cséri Lajos emlékére új nevet visel a Dombóvári iskola. Iskola foglaló projekt 7. A Tolna vármegyei szakképzési centrum iskoláiban az első hét még nem a tanulásról szól. A 7. bátaszéki bornapok bővelkedett a programok sokszínűségében. Hagyományőrző koronázási ceremóniával, könnyűzenei műsorokkal, kiállítás megnyitóval és remek borokkal várták az érdeklődőket. A kulturális és szórakoztató programsorozat kikapcsolódást nyújtott minden korosztálynak. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Felföldi László megyés püspök szavaival kezdődött a péntek délután egy megnyitó ünnepségen, ugyanis a város már egy új múzeummal büszkélkedhet. Ez a kiállítás Bátaszék egyház művészeti emlékeit egyházművészeti emlékeit próbáltuk ebben bemutatni. A 18. század és a 19. század korszakain keresztül. Ennek az előzménye egy 1992-ben, ugye a Cikádori apátság 850. alapítási évfordulójára létrehozott időszaki kiállítás volt, amelyből azután egy másik kiállítás lett a templom oratóriumában, de ez megközelíthetetlen volt, részben pedig ki is nőtte az egy termet. A kiállítás után az ünnepi testületi ülés vette kezdetét, amin többek közt Csömegi József is díjat vehetett át. Bozsolik Róbert polgármester pedig boldogan adta át az elismeréseket. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert mindig tudunk olyan példaképeket állítani a bátaszékiek elé, akik valóban munkásságukkal, életútjukkal segítették ezt a települést. Ebben az esztendőben is gyakorlatilag díszpolgárt is tudtunk avatni, Sümegi József személyében. Azt gondolom, hogy egy olyan életpályát tudtunk ezzel elismerni, hogy akár a közoktatás terén, akár az értékeknek a mentése terén Józsiat alkotott, ami tényleg példaértékű. A szombati nap legikonikusabb pillanata délután 2-kor érkezett el, amikor is elindult a szüreti felvonulás. Ezután a koronázási ceremóniára gyűlt össze a tömeg, ami bensőséges hangulatot varázsolt a templom melletti romkertbe. Egy bátaszéki fiatal életében pedig igazán megtisztelő feladat a királyi pár egyik tagjának lenni, tudtuk meg. Nagyon jól éreztem magamat, az idő is nagyon jó volt, úgymond, és gyakoroltunk, próbáltunk itt az iskolával, a lovardába is mentünk, úgyhogy szerintem jól sikerült. A fesztiválra számos kulturális műsorral is készültek a helyiek. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes énekes-táncos produkciója is már évek óta részét képezi az eseménynek. Az egyesületünk már 24 éve működik, jövőre ünnepeljük majd a 25. jubileumunkat, és amióta a bornapok léteznek, azóta mi állandó oszlopos tagjai vagyunk. Minden évben mindig fellépünk, mert kötelességünknek érezzük, hogyha Bátaszéken ilyen volumenű, ilyen nagymértékű rendezvény van, akkor mi is oda tegyük magunkat. Ha már a tánc került terítékre, nem csak a Néptánc Együttes ilyen elhivatott. A legjobb utcai csapat egyesület is igen színes produkciókkal készült. 10 éve működik az egyesület, nagyon sok stílusban részt veszünk, hip-hop, pop, funky volt, aerobik, illetve tánc kategóriákban is. Erre a napra azt mondom, hogy nagyon sokat készültünk, mert idén versenyévad volt, és a versenyévadra nagyon keményen dolgoztunk, tehát minden nap edzésük volt a gyerekeknek, az iskola után este 8-ig valahogy bent, minden nap bent voltak. A bátaszéki bornapokon olyan sztár fellépők is színpadra álltak, mint a Magna Cum Laude Horváth Tamás, vagy épp Király Viktor. A hétvégén, szeptember 6-án és 7-én ismét megrendezték Tolnán a Bárka Fesztivált. A Dunapartra sokan látogattak ki, hogy részt vegyenek a halászlé főzésben és a különböző programokban. Missouri,
Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a már hagyománynak számító Tolnai Bárka Fesztivált. A kilátogatók két napon át töltődhettek fel az Altaripa Szabadidőparkban. A mai napon pedig a 14 éves szokáshoz híven délelőtt halfőző verseny volt, aminek az imént volt vége az eredményhirdetésnek, és itt pedig 4 órától várjuk a fellépőket, a közönséget, úgyhogy 4 órakor kezdődnek a színpadi produkciók. A halfőzésre több mint 30 csapat nevezett, az első helyet a Vándorló Szépkúrúak baráti köre szerezte meg. Vándorló Szépkúrúak 5-ös csapat, nagy tapsot nekik! A tolnai halászlét 5 alapanyagból, jó minőségű halból, vízből, hagymából, só és törött paprika. A szervező különböző gyermekprogramokkal, fajátékokkal, kézműves foglalkozással is készültek. Azt a súzósat, az oroszlányosat, a halocskásat, az egyensúlyozósat. A Bárka Fesztivál alkalmából az erdélyi Uzomból és a vajdasági Palicsról, Tolna testőr településeiről is érkeztek vendégek. Én nagyon boldog vagyok, hogy az én mandátumom, vagy az én kormányzati tisztségem lezárta előtt néhány héttel még tudtam fogadni a delegációkat és azok vezetőit, és örülök, hogy pont abban az időpontban tudtak jönni, amikor a Bárka Fesztivál is zajlik. A kilátogatók többek között Kovács Alíz, az Alice Cabrass Band és az Ismerős Arcok koncertjét is megtekintették. Magyar származású amerikai katonának adta ki magát egy csaló, így vert át több ezer euróval egy Tolna vármegyei nőt. Az álprofil mögé bújt elkövető tavaly augusztus óta férkőzött a nő bizalmába, akitől nemrég azt kérte, hogy vegyen át neki egy csomagot. Később kiderült, hogy ezért a csomagért vámra 2000 eurót kell fizetni, amit az akkor még gyanútlan hölgy el is utalt két magyar számlaszámra. A sértett, aki később rájött, hogy átverték, a napokban tett feljelentést. Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt Szekszárdon, az Rényi utcában. Az egyik jármű motortere kigyulladt, amit a helyszínen tartózkodók oltottak el. A közlekedési balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a járműveket, továbbá a még füstölgő motorteret egy vízsugár segítségével hűtötték vissza. Szavazat egyenlőség miatt időközi választást tartottak vasárnap a Tolna vármegyei Koppányszántón. A község polgármesterének Niklai Gábort, a Fidesz-KDNP jelöltjét választották 105 szavazattal, a független Partinné Bondor Anna 100 voksot kapott. Niklai Gábornak Potelpi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is személyesen gratulált. Cséri Lajos emlékére névadó ünnepség keretében Dombóvári Cséri Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik tovább a Dombóvári Intézmény. Az ünnepi műsorban közreműködtek az iskola egykori és jelenlegi diákjai, pedagógusai. Tisztelni a múltat, gondolkodni a jelenben, hogy a jövőt építeni lehessen. Ez a gondolat fogalmazódott meg a testületben, amikor elhatározták, hogy Cséri Lajos nevét kapja az iskola. Úgy gondoljuk, hogy kell egy név egy iskolának, és nem csak az, hogy a belvárosban lévő intézmény. Ezért sokáig gondolkodtunk, hogy mi az, ami egy közösségé forrasztatna bennünket, itt, hogy Dombóvár szívében közösséget építhessünk. És így jött a fenntartóváltás 2022-ben, amely fenntartóváltás során a Magyarországi Evangélikus Egyház irányítása alá kerültünk. Nem nagy emberek nevét szerettük volna felvenni, valami evangélikus személyhez szerettünk volna kapcsolódni, nem Berzsenyihez feltétlen, nem Kossuthoz és nem Petőfihez, mint a nagy nevek, hanem egy olyan helyi személyiséghez, aki irányt mutathat számunkra a jövőbeni munkához, és akihez mi kapcsolódhatunk. Így jött Cséri Lajosnak a neve és Cséri Lajos munkássága. 1927-től Dombóváron tevékenykedő Cséri Lajos hadhatós tevékenységének köszönhetően országos gyűjtés indult, amelynek végül 1930-ban egy felépített templom lett az eredménye.
Itt már elhangzott a műsor során többször, hogy ő nagyon fiatalon 1927-ben került Dombóvárra, 3 év alatt egy nagyon pici gyülekezetből anya gyülekezetét épített, és gyakorlatilag 1,5 év alatt a gyülekezetének otthont adott, templomot tudott építetni Dombóváron. És hogy elhangzott, vagy a véletlenek játéka, vagy a sors és a Jóisten iránymutatása, azt a templomot 1930. szeptember 7-én nyitották meg a gyülekezet előtt. És ma itt állunk 2024. szeptember 7-én, pontosan 94 év elteltével, és legnagyobb megtiszteltetésünkre a család hozzájárult, hogy iskolánk a Csíri Lajos nevet vehesse föl. Úgyhogy 2024. szeptember 1-től a korábbi Dombóvári Evangélikus Általános Iskola, mint Dombóvári Cséri Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működik tovább. Reményeink szerint a város és a közösségünk szolgára tudunk lenni ebben a feladatban. Cséri Lajos a család középpontja és meghatározó személyisége volt élete során. 6 unokája volt, egyikük mesélt róla pár szóban az ünnepség után. Hálás szívvel jöttünk a család újra Dombóvárra, ahol gyakorlatilag gyerekkoromban nyarakat töltöttem, nagyszülőknél megtanultam imádkozni, az esti és reggeli imát, az ebéd körüli imát, ahol mindig összejött a család karácsonykor és húsvétkor, és nekem Cséri Lajos a nagypapa, aki mindig mosolyogva, szelíd, szeretettel fogadott bennünket. Életútját végig kísérve és ismerve mindenki számára jó példa és iránymutató lehet a jövőre tekintve munkássága. Végül is tovább viszik itt gyerekneveléssel a tisztesség, a becsület és hát Isten erejével való életeket. A névadó ünnepség keretében az ünnepi műsort megelőzően a Dombóvári Evangélikus Templomban Isten tiszteletet is tartottak. Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont atlétája 1 óra 3 perc, 25 másodperces egyéni csúccsal megnyerte a félmaratoni magyar bajnokságot vasárnap a budapesti félmaratonon. Szemerei Levente a második Lom Dávidot több mint 2 perccel előzte meg. Nagyon örülök az időnek, meg annak, hogy meg tudtam nyerni. Hát azért, hogy ez egy elég erős mezőny volt hazai szinten, tehát mindenki elindult, aki számított. És így még többet ér, hogy tényleg egy több mint 40 másodperces egyéni csúcsot tudtam futni, és a magyar öröklanglistán is sokat tudtam előre lépni, és most már a 8. helyen állok. A Nagymányoki Nyugdíjas Klub fennállásának 50 éves évfordulóját ünnepelte a hétvégén. A rendezvényen részt vett Bartuc Máté, a település polgármestere is. Azt írta, az estét a felhőtlen jókedv és kiváló hangulat jellemezte, fiatalokat meghazudtoló módon mulattak a szépkorúak, akiknek jó egészséget kívánt. Hefner Zsófia, a Bátaszéki Sportegyesület karatékája a magyar korosztályos válogatott tagjaként 3. helyen végzett a Belgiumban rendezett Liège Open nemzetközi versenyen. Zsófi Vigaszágon mérkőzött meg a bronzéremért, ahol először egy holland, végül egy francia ellenfelet győzött le. A fiatal versenyző idén Pozsonyban, Szófiában, Salzburgban és most Liège-ben is dobogóra tudott állni. Iskolafoglaló projekthetet tartottak a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum intézményeiben. Ezekben az iskolákban már hagyománynak számít, hogy a nyári szünidő utáni első hét nem tanulással telik. A gyerekek közösen különböző programokban vesznek részt, így rázódnak vissza az iskolai környezetbe. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban zajló projekt hét idei témája a jövő iskolája volt. A gyerekek a téma kapcsán minden nap mással foglalkoztak. Azt gondoltuk, hogy akkor mondják el, hogy ők hogy képzelik a 21. század iskoláját, mit gondolnak, hogyan lehetne megfelelő módon, az ő igényeiknek megfelelő módon iskolát szervezni, milyen iskolában éreznék jól magukat. A projekt héten a fenntarthatóság, környezetvédelem, de a média tudatosság is szerepet kapott. Én azt gondolom, ha egyből belecsapunk a lecsóba, ha mondhatok ilyet, akkor az nem biztos, hogy jó. A diáknak is kell egy kicsit szoknia, hogy a hosszú pihenés után most vissza kell térnie a tanulás világába, és ha nem egyből terheljük őket
egy matek dolgozattal, vagy egy nyelvi felmérővel, hanem egy picit megszokják, hogy ismét együtt vannak, ki tudják élvezni egymással a haverságot, mert arról szól a dolog, hogy az első hetek, hogy újra együtt vagyunk, mindent el kell mesélni a nyárról. És akkor itt van egy kis lehetőség arra, hogy egy picit szabadabban tudjanak dolgozni. A projekt hét a Tamás Iváhy Péter iskolában is tartalmasan zajlott. A teljesség igénye nélkül az elmúlt hét során volt 3D robotika, 3D-s robotika workshop, volt ezen kívül fenntarthatósági akadályverseny a Tamási parkerdőben, szó volt a biztonságos média használatról, ökogazdálkodásról, biogazdálkodásról hallhattak előadás diákjaink, ezen kívül létrehozták a hegesztőink, a Bádog család, Bádog gyermekét, a köműves tanulóink, építőiparos tanulóink, a jövő iskolája makettjét készítették el. A különleges héten díjazták a legjobb projekteket bemutató csoportokat. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Malaclopás. A pécsi közterület felügyelet és egy képviselő is érintett egy online lap szerint. Médiahajó. A szezont is értékelték Somogy vármegye vállalkozói, közéleti személyiségei, turisztikai szereplői. Malaclopással vádoltak meg egy pécsi képviselőt, írja a Pécs Aktuál. A lap kiemeli, hogy nincsenek objektív bizonyítékaik, de a forrásaik állítása szerint egy önkormányzati képviselőhöz köthető egy sertés eltűnése a közterület felügyelet telephelyéről. Malacok, disznók ezeken a felvételeken egy telephelyen, egy hasonló házi sertés ügye és a pécsi önkormányzat érintettsége került a sajtó figyelmébe a napokban. A Pécs Aktuál írt arról, hogy tavaly ősszel Nagy Árpádnál fogtak be a rendőrök segítségével a közterületesek egy elkóborolt malacot. A füléből hiányzott az azonosításra vonatkozó biléta, ezért a város befogott kóborállatok befogadására kialakított telephelyére szállították. Innen tűnt el rejtélyes körülmények között. Alapforrásai szerint a közterületesek és egy önkormányzati képviselő is érintett lehet ebben. Azt követően, hogy tényszerűen megállapítható, hogy ez a malac, ami eltűnt a közterület felügyelettől, ez tehát létező állat volt, ezt befogták, és onnantól kezdve mindenféle adminisztratív hiányosságokat követően ennek nyoma veszett. Ugyanakkor vannak bizonyos jelek, fényképek, illetve beszámolók olyan állatvédő civil szervezettől, ugye a újságírói kérdésekre elhangzóan, amik azt igazolják, hogy ennek a történetnek van egy ilyen szála. A történtek nem vetnek jó fényt a közterület felügyelet működésére Pécsen, véli a képviselő. Hogyha ez előfordulhat, akkor ez a lakosságnak a bizalmát, közterület felügyeletbe tett bizalmát, azt jelentősen aláássa. A másik az, hogy tulajdonképpen a közterület felügyelőket, akik a helyi közrendért, közbiztonság szavatolásáért lennének felelősek városi oldalról, az ő tekintélyüket, azon egy elég jelentős foltot, csorbát ejt az eset, lényegében nevetségessé teszi ezt a szervet, hogyha ez előfordulhatott, megtörténhetett. Ezért meghallgatást kezdeményez a képviselő, az erről írt levelét szerkesztőségünkhöz is eljuttatta. Ezeket mind ki kell vizsgálni, ezért kezdeményeztük azt, hogy Sranc Rihárdot, a pécsi közterület felügyelet vezetőjét hallgassa meg a város közbiztonsági és bűnmegelőzési tanácsa, aminek ugye a polgármester és választott képviselők mellett a helyi rendvédelmi szerveknek, rendőrségnek, tűzoltóságnak, katasztrófavédelmnek a vezetői és tagjai, és ott számoljon be arról, hogy tulajdonképpen mi is történt ebben az esetben. A Pécs Aktuál cikkében azt írja, hogy forrásaik szerint Fűr Csaba képviselő is érintett az időközben 140 kg-ra hízott Rezsőnek elkeresztelt sertés eltűnésében. De erre semmi bizonyíték a szóbeli közléseken kívül. Kerestük a képviselőt a megadott telefonszámán, de nem értük el az anyag elkészültéig. Fűr korábban a lapnak azt mondta, jót röhögött az egészen, és tudja, hogy kampány van, de nem megy egy bizonyos szint alá. Barkóczi Csaba azt mondja, ő sem tud bizonyítékról, ami a képviselő ellen szól, ebben nem akar állást foglalni. Nem szeretnék senkit se ilyen vádakkal illetni.
azonban az már lehet egy árulkodó jel, hogyha az önkormányzat nem akarja ennek az ügynek a kivizsgálását, mert maga az ügy viszont valós, tehát az eset az megtörtént, azt jelenti, kik az érintettjei szereplői, az egy külön kérdés, és az önkormányzat ezt eltussolja, nem akar elébe állni például a tanácsi meghallgatásnak, nem akar arra lehetőséget biztosítani, hogy ez az ügy felszínre kerüljön, és a nyilvánosság is megismeresse, hogy pontosan mi történt a felügyeletnél, akkor viszont az már egy jele lehet annak, hogy valóban vannak olyan városi házi politikusok, akik ebben érintettek lehetnek. Barkóczi Csaba azt mondja, a közbiztonság és bűnmegelőzési tanács összehívásáról a polgármester dönt. Kérdés, hogy az októbertől felálló új közgyűlés ezen változtat-e vagy sem, így egyelőre nem tudja, lesz-e eredménye a kezdeményezésének. Kapcsolatépítés, szezonértékelés és az őszi Balaton népszerűsítése. Ezekkel a célokkal szervezték meg immár 6. alkalommal a médiahajót. A programon elsősorban Somogy vármegye vállalkozói, turisztikai szereplői, a parti települések polgármesterei és természetesen a média képviselői is részt vettek. Az eseményen bemutatták a Visit Balaton 365 weboldalt is, amelyen 1000 indokot találunk az őszi Balaton mellett. Kiváló szezon zárt a Balaton, erről is beszéltek a szakemberek az idei médiahajón. A települések elégedettek lehetnek, hiszen a nagy meleg miatt augusztus 20-a után sem maradtak üresen a strandok. Ugyanakkor fontos lenne, hogy a strandidőn kívül is megismerjék az emberek a helyi látványosságokat, kikapcsolódási lehetőségeket. Nem csak egy hajóban ülünk, hanem egy irányba is kell tudnunk evezni, és ebben rettenetesen fontos a balatoni térségnek, az összes polgármesterének az összefogása, a vállalkozókkal való együttgondolkodás, mert hogyha a vállalkozókkal mi önkormányzati képviselők képesek vagyunk összedolgozni, akkor a Balaton végre nem csak egy szezonos destináció lesz, hanem 2, 3 vagy akár 4 szezonos destináció is lehet. Ezen nagyon sokat kell dolgozni. A médiahajónak a rettenetesen nagy szerepe abban van, hogy azok a szereplők, akik ebben bármit is tudnak tenni, legyen az csak marketing, legyen az kommunikáció, vagy legyen az vállalkozói szféra, ők mind itt vannak, összetömörítve egy olyan hajón el se tudjuk egymást kerülni. Nőtt a vendégészakák száma a Balatonnál, ezt mutatják a számok, a nyári hónapokban pedig népszerű volt a tó a külföldi vendégek körében is. Nagyon elégedettek vagyunk az eddigi adatokkal, ahogy a mai médiahajón is elhangzott, a nyár első 2 hónapjában a vendégészakak száma 4%-kal növekedett, és ami külön örvendetes a számunkra, hogyha ezek mögé a számok mögé nézünk, akkor tudjuk azt, hogy a külföldiek száma is növekedett, sőt az jelentősebb mértékben. Ez azért is nagyon fontos, mert most már a belföldi és a külföldi vendége aránya az elérte a 70-30%-ot, ami azt gondoljuk, hogy a fenntartható turizmus szempontjából fontos, hogy még egy picit ezen túl is növekedjen. A Magyar Turisztikai Ügynökség továbbra is ösztönzi a 4 évszakos Balatont. 1000 indok az őszi Balaton mellett szlogennel, a Visit Balaton 365 weboldal számtalan programot kínál a szezonon kívül is. A Visit Balaton 365, ahogy maga a név is mutatja, egy üzenet. Az az üzenet, hogy mindenki látogasson el a Balatonhoz, keresse fel a Balatont az év mind a 365 napján. Az alapgondolatunk az, hogy a nyárnak ugyan vége, de ezzel a Balaton nem zár be, hanem kezdődik egy másik, másképpen izgalmas, másképpen szép időszak, a balatoni ősz, mégpedig azt is hangsúlyozzuk, hogy nem azt kell várni a Balatontól ősszel, mint amit nyáron nyújt. Aki októberben azt várja a Balatontól, amire júliusból emlékszik, az csalódni fog. Viszont valami egészen más tud nyújtani a Balaton, gasztronómiai programokat, túrákat, kerékpártúrákat, gyalogtúrákat, kulturális eseményeket, zenei fesztiválokat, szabadidősport eseményeket, vitorlázást, tehát meg annyi élményt, amit viszont nyáron nem. Másképpen szép, másképpen jó az időjárás, más szolgáltatók vannak nyitva, és ami nagyon fontos, hogy úgy látjuk egy alapos kutatás, piackutatás alapján, hogy nem igaz az az állítás, hogy nem érdemes a Balatonhoz jönni össze, mert úgy sincs nyitva senki. 1500 olyan szolgáltatót gyűjtöttünk össze a weboldalunkon, szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket, más attrakciókat, akik igenis nyitva vannak, 1500-an várják a Balaton legkiválóbb vendéglátója vendégeket.
Csak összefogással, egymásra támaszkodva lehet 4 évszakos Balatont építeni. Erről is beszéltek a rendezvényen. A programon elsősorban Somogy vármegye vállalkozói, turisztikai szereplői, a parti települések polgármesterei és természetesen a média képviselői is részt vettek. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. 7. bátaszéki bornapok, búcsúztatva az óbort, köszöntve az újat. Tolnai Bárka Fesztivál, főzés, programok, koncertek. Névadó ünnepség, Cséri Lajos emlékére új nevet visel a Dombóvári iskola. Iskola foglaló projekt 7, a Tolna vármegyei szakképzési centrum iskoláiban az első hét még nem a tanulásról szól. Kedden várhatóan nyugat felől egyre több felé kisüt a nap. A szakadozó vékonyodó felhőzetből elvétve nyugaton és a középső ország részben is lehetnek kisebb záporok. Nyugaton kissé emelkedik a hőmérséklet a hétfőihez képest. Éjszaka derült ég várható, számottevő csapadék nélkül. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!